Nem lehet népszavazás a paksi atomerőmű bővítésével kapcsolatban, így döntött a kúria. A népszavazást az Együtt PM kezdeményezte, most azt mondták, hogy tudomásul veszik a döntést. A Híradónk által megkérdezett nemzetközi jogász szerint az alaptörvényben rögzített adósságszabály miatt aggályos lehet a hitelszerződés. Azt kérdezte volna az Együtt PM, hogy egyetérte ön azzal, hogy az államadósságot növelő hitelből ne épüljenek új atomerőművi blokkok Magyarországon. Ezt a népszavazási kezdeményezést utasította el a kúria. Az Együtt PM továbbra sem ért egyet a jelenlegi megállapodással, de tudomásul veszik a kúria döntését. Nem az a probléma, hogy oroszok építenek erőművet Magyarországon, hiszen a maga módján jól működik a paksi erőmű. Az a probléma, hogy versenyeztetés nélkül egy tisztázatlan megtérülési, tisztázatlan költségű beruházást túl korán társadalmi vita nélkül döntött el a kormány, így hogyha már népszavazást ebben a formában rendezni, ebben a kérdésben nem lehet, akkor tovább folytatjuk a civil szervezetekkel való együttműködést, és minden ponton ott leszünk ellenőrizendő a kormányt. Arra kérdez rá, amit az alaptörvény mond. Nem tehetett mást a kúria, mint hogy elutasítja a kezdeményezést, állítja a nemzetközi jogász. A beruházáshoz szükséges hitelt ugyanis nemzetközi, kormányközi szerződés rendezi, vagyis azt a szerződést érinteni, amelyet a magyar kormány kötött az orosszal. A szakember szerint ugyanakkor aggályos lehet a megállapodás az alaptörvény úgynevezett adósságszabálya miatt. Ha 50% alá kerül a magyar államadósságnak a mértéke, akkor természetesen lehet újabb kölcsönt felvenni. Ha azon fölül van, akkor a jelenlegi hatályos magyar alaptörvény értelmében nem szabad felvenni kölcsönt. Következésképpen nekem gondjaim vannak jogi szempontból, az alkotmányossági szempontból, azzal a hitelfelvétellel, amelyben a két fél most állapodott meg. Az államadósság jelenleg több mint 80%-on áll, azt pedig még Varga Mihály is elismerte az év elején, hogy 2-3% ponttal is nőhet az adósság mértéke, de szerinte az adósság így is csökkenő pályán maradhat.